Jelentős eséssel nyitottak az európai tőzsdék hétfőn. Több nemzeti börze is 4-5%-ot zuhant, a leginkább érintettek között a holland, a francia, a portugál, a horvát, a szlovén és a német is ott van. A magyar tőzsdén 10 óra után 1,5%-os volt a mínusz. Az Amber Hill tőke alapkezelő vezetője a javulásban bízik. Most azt szeretnénk látni, hogy lassul a járvány, ahogy ez Kínában is történt egy hónappal ezelőtt. Ezen a héten az új esetek száma és a likvid piacok fogják irányítani a tőzsdei mozgásokat, mondta Jackson Wong. Ázsiában szintén zuhanással indult a kereskedés hétfőn. A legrosszabbul a szingapúri cégek jártak, az ottani index 8%-ot esett, de a hongkongi 5%-os és a sánkhái 3%-os értékcsökkenés is jelentős. A japán Nikkei viszont 2%-ot erősödött.